Köszöntöm az Infotelevízió nézőit, az Ajkai stúdió vendége Fenyvesi Zoltán, a Fidesz-KDNP Ajkai polgármester jelöltje. Van egy világos programjuk, a kormány ugye támogatja önöket, ez benne van a szlogenjükben, de a rendezvényekből kitűnik is, hiszen jeles személyek jelennek meg itt Ajkán. Rendeztek pénteken viszont egy családi napot. Mi volt az oka annak, hogy egy ilyen könnyedebb rendezvényt is megszerveztek? Jó napot kívánok, én is tisztelettel köszöntöm a tévénézőket. Köztudott, hogy Szent Mihály napja, az a nap, amikor a régi hagyomány szerint a pásztorok behajtották az állataikat, elfoglalták a téli szállást, és ettől az időszaktól kezdve együtt lehettek a családjaikkal egészen tavaszig. Ennek a apropóján az egész országban rendezvények zajlottak le, és úgy gondoltuk, hogy mi is felcsatlakozunk ehhez a rendezvényhez, ezért rendeztük meg a hétvégén a családi napunkat, egy kicsit könnyedebb műfajjal próbálkoztunk gyermekeket oda csalogatni, a gyermekek számára programot rendezni, a fiatalok számára, és később ez során a család számára is, azért, hogy együtt legyenek, együtt szórakozzanak, és kultúrált, értékes programokat tudjunk nekik adni. Ez volt a célunk, és úgy gondolom, hogy ezt teljesítettük. Mennyire szólt ez a kikapcsolódásról, és mennyire arról mondjuk, hogy megszólítsanak embereket és tájékoztassák őket? Mind a kettő a célunk volt. Szeretnénk olyan rendezvényeket meghonosítani, mint amilyen ez a rendezvény is, ha megnyerjük az önkormányzati választásokat, amely tartalmas programokat ad a családnak. Színvonalas rendezvények, nem csak egyszerű sörvirsli rendezvényre gondoltunk, hanem olyan értéket adó, értéket nyújtó rendezvényre, amely későbbiek során emléket hagy bennük, és egy kicsit feleleveníti a régmúltat, a magyar történelmet, a magyar hagyományokat. Ezért próbáltunk tehát sokat hívni, az ifjú mestereket hívni, a népművészet ifjú mestereit, olyan személyeket, akik a környéken ismertek, de nem biztos, hogy Ajkán is ismerik őket, és ők valóban egy nagyon jó programot adtak, hiszen volt kovácsmester, volt csuhé készítő, volt fafaragó a csapatban, és a gyermekek beállhattak ezekhez az asztalokhoz, ők is elvégezhették, ők is próbálkozhattak ezzel a munkával. Ugyanakkor a Ramazuri társulat is itt voltak a gólyalába, akik szórakoztatták a közönséget, és közben a műsorok közben pedig Cimbi táncháza is ott volt a színpad előtt. Ez úgy gondolom, hogy egy jó kiegészítő program volt, ezek felvezették azokat a programokat, amelyek később az idősebbeknek, a családoknak, a felnőtteknek is szóltak. Hát akkor a politikára, amikor itt beszélgettek az emberekkel, mi volt a tapasztalat, hogy mennyire értették meg a Fidesz-KDNP programját, mennyire ismerik? Úgy gondolom, hogy a fő dolgok, amiket szerettünk volna hangsúlyozni a kampányban, azok átmentek az emberek számára. Úgy érzem, hogy sikerült tudatosítani az emberekben azt, hogy egy városfejlesztés kormánytámogatás nélkül nem fog megvalósulni. Hiszen a kormány támogatása szükséges ahhoz, hogy a pályázati pénzeket elnyerjük. Ahhoz, hogy Brüsszeltől az EU-s források Magyarországra érkezzenek, vagy azon belül majd a városokba érkezzenek, ahhoz kellenek a kormányzati ajánlások, be kell, hogy kerüljenek ezek a programok az úgynevezett megyei fejlesztési tervbe. Ha ezek a megyei fejlesztési tervben nincsenek benne, program szintjén, akkor nem lehet rájuk pályázni. Mi ezt szerettük volna az emberek felé tudatosítani, hogy nekünk fontos, hogy bekerüljenek ezek a rendezési tervbe. Az elkövetkezendő időszakban a megyei önkormányzat összegyűjti ezeket a javaslatokat, ezeket a terveket, és ha ezek a megyei önkormányzat ezekre rábólint, akkor lehet ezekre EU-s forrásokat találni. Nekünk ez a célunk, hogy ezek bekerüljenek a fejlesztési tervbe. A jelenlegi megyei vezetés támogat bennünket abban, hogy ezek bekerüljenek ezekbe a programokba, és úgy gondolom, akkor már egyértelműen sikerül majd pályázati pénzeket is lehozni. A jelenlegi városvezetés nem erre törekszik. A jelenlegi városvezetésnek van egy gigaprojektje, az úgynevezett PÓK, ami egyértelműen olyan szórakozást próbál nyújtani a fiataloknak, amelyekre ők gondolják, hogy igény van. Én nem ez az elsődleges probléma ebben, hogy erre nincs igény, hanem úgy gondoljuk, hogy nem ez az elsődleges, amit a városban meg kell valósítani. Hiszen top pályázatos keretében, területfejlesztés pályázat keretében körülbelül 2,2 milliárd forint fog érkezni Ajkára az elkövetkezendő 7 évben. Ez a projekt önmaga lefedi ezt az összeget. Tehát ha ez megvalósulhatna Ajkán,
akkor nagy valószínűséggel másra nem jutna fejlesztési keretösszeg. Mi úgy gondoljuk, hogy jelen pillanatban nem ez az elsődleges Ajka városában, hogy ezt a pókot nem csak meg kell valósítani, hanem utána fenn is kell tartani. Nem szeretnénk, ha egy olyan szituációba csöppennénk bele, amilyenben már az uszoda keretében belecsöppentünk, hogy ahhoz, hogy rentábilis legyen az uszoda működtetése, 160-180 millió forinttal éves szinten ki kell egészíteni a városi költségvetésből, mert ennyi mínusz termel. Most, ha egy uszoda ennyi mínusz termel, akkor el lehet képzelni, hogy egy ilyen jégcentrum esetleg milyen működési költségeket jelent a város számára. Úgy gondoljuk, hogy ennek a fenntartása még több 100 millió forintot vinne el éves szinten a város költségvetés. Szerintem az utakat kell fejleszteni, munkahelyeket kell teremteni, és olyan szolár energiaparkot kell Ajkán megvalósítani, amely ki tudja váltani esetleg a fűtési rendszer egy jelentős részét, és a megújuló energiákat is be tudjuk hozni Ajkára. Úgy gondolom, hogy ezek az elsődleges prioritások, aztán utána lehet gondolkodni természetesen egy ilyen pók létrehozásán is, de nem ez az elsődleges. Ahogy itt hallgatom, azon gondolkoztam, hogy ahogy a kampány során itt volt a Széchenyi Programiroda egyik vezetője, és tájékoztatta mind az ajkaiakat, mind pedig önt arról, hogy milyen pályázatok lesznek, milyen források fognak érkezni. És azon gondolkoztam, hogy mondta, hogy a kormány támogatása szükséges. Mi vár arra a településre, mondjuk egy az önkormányzati választás után mondjuk nem tudhatja a kormányt maga mögött? Azt gondolom, hogy lemarad az az önkormányzat a fejlesztésekben. Jelen esetben az önkormányzat nem 4 évre, hanem 5 évre választódik. A mandátum 5 évre fog szólni, és 5 évre kimarad az a város, az a település a fejlesztési elképzelésekből. Én azt gondolom, hogy ez számunkra létfontosságú, hogy most Európai Uniós pályázatokhoz, pénzekhez jussunk, munkahelyeket tudjuk teremteni, rendbe tudjuk tenni az útjainkat, mert ebből az önkormányzati keretből erre nem lesz mód és lehetőség. Ajka város költségvetése több mint a felére zsugorodott 1 év alatt, azért, mert a feladatok is elkerültek. Ez az 5,5 milliárd forintos összeg, teljes összeg, ami rendelkezésre áll egy költségvetésben, ez néhány évvel ezelőtt még 12 milliárd volt. Sokkal több jutott a fejlesztésekhez, sokkal több pénzt lehetett jutni, tenni önerőként is a pályázatokhoz. Ez most nagyon-nagyon lecsökkent. És úgy gondolom, hogy ha ezt nem okosan, nem célirányosan, nem jó célokra használjuk fel, akkor a város lemarad, és a környező települések, környező városok elhappolják előlünk a pályázati pénzeket. Erre eddig is volt már példa, de úgy gondolom, hogy ezért fontos, hogy jó helyre tegyük az X-et, ezért fontos, hogy olyan városvezetést válasszunk, amely a kormánnyal együttműködő. Nem a konfrontációt, nem a veszekedéseket, az összefeszüléseket keresi, hanem együtt próbál működni a kormánnyal, és közösen próbálják megoldani a városfejlesztési elképzeléseket. Itt járt Kósa Lajos országgyűlési képviselő, aki hatalmas önkormányzatisági tapasztalattal bír. Volt egy privát beszélgetésük még a rendezvényen, ahol ön is helyet foglalt, Kósa Lajos és Ravasz Tibor képviselő többek között. Miről beszélgettek, hogyha ezt lehet tudni? Pont erről beszélgettünk, amit az előbb is említettem, hogy miért fontosak a helyi választások, miért fontosak azok a képviselőtestületek, amelyek együttműködnek a kormánnyal, mert Kósa Lajos is azt mondta, azok, akik egy családba tartoznak, akik egy nyelvet beszélnek, azok nagy valószínűséggel a problémákat is könnyebben meg tudják oldani, mint azokkal, akik nem tartoznak ebbe a politikai családba, vagy nem egy nyelvet beszélnek velünk. Tehát ő ugyanezt hangsúlyozta, hogy miért fontos egy olyan városvezetést választani, amelyik együtt tud működni a kormánnyal, és közösen tudja a fejlesztési irányokat meghatározni. A mi programunk egyértelműen a kormányprogramra épül. Hiszen vállalkozásokat szeretne a kormány is fejleszteni, hiszen tudjuk, hogy abból a 12 ezer milliárd forintos keretösszegből, ami az elkövetkezendő 7 évben Magyarországra jön az Európai Uniós támogatások révén, annak 60%-a gazdaságfejlesztése, vállalkozások, vállalkozók fejlesztésére, üzemek építésére, munkahelyek teremtésére kell, hogy fordítódjon. Ez eddig 16% volt, tehát óriási a különbség a két adat, a két érték között, de ezért szeretnénk mi is minél többet ebből Ajkának kisajátítani, hiszen nagyon jók a lehetőségeink, az adottságaink. Kiváló üzemeink vannak, amelyek fel tudják szívni a munkaerőt, és ha ezekre az üzemekre újabb fejlesztéseket tudnánk hozni, akkor ez generálna újabb munkahelyeket és kvalifikált munkahelyeket, mert Ajkán a munkanélküliség kevesebb, alacsonyabb, mint a megyei átlag. Azt is lehet mondani, hogy elfogadható. Igen, ám csak a lakosság több része, a legnagyobb része minimálbéren
dolgozik, tengődik, nagyon alacsony a keresete, és ahhoz, hogy ezt tudjuk fejleszteni, ahhoz, hogy a keresetek magasabbak legyenek, ahhoz kvalifikált munkákat kell idehozni, bővíteni kell a vállalatoknak a kínálatát, illetve olyan üzemeket kell idehozni, amelyek magasabb értéket, magasabb hozzáadott értéket képviselnek a munkaerőpiacon. Gondolok itt a megújuló energiákat támogató üzemekre, a Szolár Energia Parkra, ami programunkban benne van, és napokon belül vendégünk lesz Szabó Zsolt, klímapolitikáért felelős államtitkár, akivel pont erről az üzemről fogunk beszélni, aki már tudja a terveinket, és előzetes támogatását is adta már a park, illetve az Európai Uniós fejlesztések felé. Az államtitkár látogatáson kívül milyen program lesz még itt a ajkai Fidesz-KDNP-nek a önkormányzati választásig? Reményeink szerint még a választások előtt vendégünk lesz dr. Zombor Gábor egészségügyi államtitkár. Ez a program még szervezés alatt van. Reméljük, hogy az államtitkár úr a programjaiba be tudja illeszteni az ajkai programot is, és meg tudjuk tekinteni az ajkai kórházat, és megnyugtató dolgokat fog látni államtitkár úr a kórház fejlesztését illetően, és olyan megnyugtató dolgokat fogunk hallani, amit már eddig is tudunk, hogy a kormány nagymértékben támogatta a kórház rekonstrukciót, és ez a kórház, ez a Veszprémi kórház után a második legszebb, legfejlettebb, legjobban felszerelt kórháza lesz a megyének, és egészen biztos, hogy ebben stabilizálni lehet a kórház helyzetét, és egészen biztos, hogy Ajkának és Ajka környékének hosszú-hosszú évtizedekre egy nagyszerű kórháza, jól felszerelt kórháza lesz. Nekünk ez volt a célunk, ezt szeretnénk elérni ezzel az államtitkári látogatással is. És újra vendégünk lesz Soltész Miklós államtitkár úr, aki szerepet fog vállalni a Tósoki iskola átadásában október 8-án, az érsek úrral együtt fogják átadni a Tósoki iskolát. Ezek azok a rendezvények, amelyek még az elkövetkezendő napokban várnak ránk, és várnak a minket szimpatizánsként elfogadó ajkaiaknak, illetve az elsődleges feladatunk, hogy holnaptól kezdve mi kitelepelünk a településekre és az utcára. Utcafórumokat fogunk tartani, lakossági fórumokat fogunk tartani egészen a választások napjáig, és azt gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos terep, hiszen eddig programokat szerveztünk, megpróbáltuk a programokat úgy alakítani, és megtaláltuk a megfelelő segítséget a kormányzati oldalról a programunk elfogadtatására, most pedig ezt a programot ki fogjuk vinni a lakosság felé, a lakossággal fogjuk ismertetni, és reményeink szerint nagyon sokan eljönnek ezekre az utcafórumokra, meg fogják ismerni a Fidesz standot, hiszen egy olyan kocsival fogunk kiállni a parkolókba, amelyet egészen biztos, hogy észre fognak venni az arra járók. Köszönjük szépen! Én is köszönöm a lehetőséget!